idén is lesz nemzetközi endodoncia nap a Dental World Kongresszuson. Bár amikor tavaly elkezdtük szervezni az est, egy kicsit szkeptikus voltam, mivel nem tudtam elképzelni, ki az, akit érdekel egy gyökérkezelés témai kongresszus szombaton. Ráadásul igen jó idő volt. De hát hála Istennek a várakozásokat felülmúlta mindezt, mivel több mint 300-400-en eljöttek erre a kongresszusra, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, és hát ez igen meglepő volt. Mert ismerjük el őszintén, a gyökérkezelés nem a legnépszerűbb téma a fogászaton belül, ugye bonyolult, nehéz, komplex, sokszor fájdalommal jár, sok időt kell eltölteni, mert nem lehet érte megfelelő mennyiségű pénzt is elkérni, és hát halljuk be őszintén, sokszor főleg a rágó régióban sok kudarccal is együtt jár ez. Úgyhogy azt gondoljuk, idén ezt az egészet folytatjuk, és hála Istennek sikerült egy nagyon komoly nemzetközi előadói gárdát meghívni, és idén nem csak előadások lesznek, hanem hands-on kurzusok és workshopok is. Tavaly sok ilyen kérés volt, hogy legyen több gyakorlatilag ebben az egész gyökérkezeléssel kapcsolatos tematikában, idén azt gondolom, hogy ezt tudjuk teljesíteni. Az előadók nagyon nemzetközileg ismertek, nagyon jó színvonalnak elő felkészült evidence-based tudással rendelkeznek. Az első napon az előadást azt én fogom kezdeni, a paciens-centrikus endodoncia megközelítésről fog szólni. Ez az egész napnak különben a mottoja. De hogy mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a gyökérkezelés során hogyan tudunk a pacienseink számára egy panaszmentes, gyulladásmentes, hosszú távon a szájban funkcionál a gyökérkezelt fogat biztosítani. Hát és ennek ugye természetesen része a minimál invazív endodoncia megközelítés, ami viszonylag talán furcsa meg újdonságként is hathat, mert ugye mi a cél? A cél az, hogy minél több foganyag mennyiséget megőrizzünk, mert ez lehet biomechanikailag a kulcsa annak, hogy a fog hosszú távon a szájban tud maradni. Az előadásomat követ Iván Visunov, aki a bemenet kialakításról fog tartani egy kiváló összefoglaló előadást. Aki ismeri őt, az annak ez talán meglepő lehet, mivel ő egy endodonciai mikrosebész, viszont láttam az előadását az Endomasters 2016-os rendezvényen, és hihetetlenül érdekes volt, meghívtam ezt az előadást, kivéve természetesen a up-to-date tudással, azt gondolom, hogy ez szinte kötelező megnézni. Ezután két előadás jön, a gyökércsatorna preparálásról, Roberto Cristescu és Antonis Kaniotis prezentálásában. Roberto Cristescu egy Hollandiában dolgozó román endodontus, voltam nála már kurzuson, tényleg egy hihetetlenül felkészült, nagyon gyakorlatorientált előadó, kiváló a stílusa. Antonis Kaniotis pedig egy gyökércsatorna preparáló rendszer, a High Flex-fel mutatja be az extrém gyökércsatornáknak a megmunkálását, az extrém görbül gyökércsatornák preparálását. Ez sok mindenkit érdekel, és az igazság, hogy egy jó koncepció és egy jó tervvel, ezekkel a modern fájlokkal ez akár kivitelezhető is lehet. És nem utolsó sorban Oscar von Stetten zárja az előadói sort a szombati napon. Ő tavaly is itt volt nálunk a kongresszus, idén is meghívta, mint legnépszerűbb előadót. Aki látta már az ő hihetetlen humoros stílusába az előadásokat, azt gondolom tudja, miről beszélek. Aki nem, annak meg érdemes lesz megnézni. A téma aktuális, a gyökértőmű anyag választás. Kérdés, melyik az ideális gyökértőmű anyag? Hát azt gondolom, hogy erre választ fogunk kapni, vagy nem. Ugyanő tart egy nagyon érdekes workshopot a mikroszkópos fotodokumentációról, ilyen még Magyarországon nem volt, mit használjunk, mit ne használjunk. Ő már 10-akárhány éves tapasztalata rendelkezik ebben a témában. És akinek nincs mikroszkópja, annak is ez egy hasznos kurzus lesz, mivel általános fotózáshoz és dokumentáláshoz is ad megfelelő ismereteket. Csatorna megmunkálásról tart Roberto Cristescu egy kiváló workshopot. Mikroszkóppal természetesen, de lehet tőle rengeteget kérdezni, milyen rendszer a legjobb, mit használjunk, hogy használjuk, együléses kezelés, kétüléses, kálciumhidroxid, nem kálciumhidroxid. Én voltam nála, beszéltem vele, mindenre nagyon-nagyon őszintén és nagy tapasztalattal válaszol, rengeteget tanultam tőle, valahogy kisten egy mentoromnak is tekintem őt. A másik workshop Antonis Kaniotis, aki amúgy az Amerikai Endodoncia Társaságnak a tagja, extrém görbű csatornák megmunkálása gyakorlatban, azt gondolom, hogy ez is egy unikális dolog itthon, fantasztikus keze van, sok munkáját láttam, szerintem nem lehet kihagyni. És nem utolsó sorban Iván Visunov tart egy 8 fős, kislétszámú, mikroszkópos endodoncia sebészet gyakorlat disznófejen, motorokkal, mindenféle eszközzel, MTL-be jövővel, szerintem ezt kötelező látni. Rengeteget lehet tanulni, nem csak a mikroszkópot használnak a kollégáknak, hanem annak is, aki az általános sebészetben, a fogászti sebészetben érdekel. Csak nagyon jó nap lesz, úgyhogy remélem, hogy mindenkivel találkozom ott.